sportosat. Irodónk vendége András József, a BSE válogatott kötöttfogású birkózója. Szervusz, üdvözöllek! Jó estét, köszönöm a meghívást! Te még a fiatal generáció tagja vagy, te még az, aki már ott van a felnőttek küszöbén, vagy már be is léptél? Így van, 24 éves vagyok, és... Akkor most már tudom, hogy beléptem, és már az U23-asból kiszorultál. Így van. És onnantól már csak a felnőtt van. Igen, a felnőtt mezőnyt próbálom taposni. Tehát akkor most léptél be tulajdonképpen akkor a küszöbön. Igen. Milyen lesz? Mit vársz magadtól itt a felnőttek között? Mert most már csak a felnőtt kategória van. Hát igazából most lettek elég nagyok a célok és az elvárások magamtól, hiszen ugye ebben az évben lett volna az olimpia és az olimpiai kvalifikációs versenyek, ami ugye a vírus miatt elmaradt. Van, akinek ez jól jött, valakinek nem. Neked? Én úgy gondolom, hogy ez szerencsés lehet számomra, hiszen a 60 kiló ebben az évben nem lett volna az enyém, és nem lett volna esélyem, de talán egy pár adással előtte itt volt a Kovács Bence, azelőtt itt volt a Torbárik, aki mondhatni ex-60 kilós, mert ugye ő is bejelentette, hogy súlycsoportot vált, így jöhetnek a trónkövetelők, én azt mondom, és én lennék az egyik. Ugye te korábban 55 kilóban birkóztál. Így van. Ott voltál kétszeres EB ötödik is, ugye? Nem, vagy én junior korosztályban voltam ötödik kétszer. 55 kiló, most 60 kiló akkor, most ugye? Most 60 kiló, igen. Igazából csak azért van lényeg ennek az 55 kilónak, hogy azért akkor nagyon nem kell fogyni, tudod tartani akkor ezt a 60 kilós súlyt, vagy tévedek? Nem, szerintem abszolút reális a 60 kiló. Nyilvánvaló van rajtam egy némi kis felesleg, de klasszis sokkal jobb, mint amikor 55 kilót kellett csinálnom, mert az már úgy éreztem, hogy túl sok volt, és váltanom kell. Akkor 60 kiló az jó lesz akkor? Igen, úgy gondolom, hogy jó lesz. Mennyi ideig? Ebbe képzeled a felnőtt éveidet, vagy inkább azt mondod, hogy maradjunk az olimpiai ciklusnál, és akkor majd utána eldöntöd? Hát én úgy gondolom, hogy ez a 60 kiló nekem reális lehet mindenféleképpen. Az olimpiai ciklus az mindenképpen, utána meg ugye 67 kiló lenne a következő olimpiai súlycsoport. Az már nagy. Az meg már szerintem túl nagy lenne. Szóval még most relatív könnyű lesz. Évről évre. De meg majd jön majd az önsanyargatás. Amit már megszoktam. Ugye? Jó, miért megnéznénk ezt az olimpiát, meg azt, hogy egyáltalán mi lesz ebből, lehet-e neked ebből bármi is. Mikor is, miért kezdtél el birkózni? Hát 2006-ban kezdtem el birkózni, 9-10 éves lehettem. Előtte cselgáncsoztam, Cegléden kezdtem. Na? Hát egy 2,5 évet cselgáncsoztam, és hát nem tudom, úgy éreztem, hogy nem az én világom. Bár hogy? Hát nem tudom. Valamiért nem jött át úgy az érzés, és volt egy-két barátom, aki már birkózott. Ruhazavart? Vagy? Nem is tudom pontosan megmondani, talán húzott még a kíváncsiság más sportok felé is. De egyébként a mai napig is tisztelem a cselgáncsozókat, és nagyra tartom, amit csinálnak, de a birkózást választottam, és Cegléden kezdtem el. És mikor érezted úgy, hogy jól választottál? Mikor 15 éves voltam, és először bekerültem a kadett válogatott csapatba. Na, mit csinálta, hogy ilyen fiatalom? Hát, kevés évvel a hátad mögött sikerült válogatottnak lenned. Én úgy gondolom, hogy a ceglédi műhely, ahonnan én jövök, most már ugye a budapesti honvéd színeiben birkózom, ott elég színvonalas munka folyik ahhoz, hogy a birkózókat fel tudják készíteni egy olyan állapotra, hogy akár nemzetközi szintet is. Egy jó utánpótlásbázis van Cegléden? Maximálisan, igen. Honvédhoz mikor? Hogy kerültél? 3 évvel ezelőtt kerültem a Honvédba. A Balogh Vilmos és a Lévai Zoltán segítségével. Igazából ez volt az egyetlen olyan választás, ami akár meghatározhatja az életemet is. Szóval a budapesti honvéd egy olyan életpályamodellt tud nyújtani, ami a hosszabbiakban is, a továbbiakban is kitart számomra. Igen. Akkor végül is mondhattam, hogy András József szakaszvezető? Így van. Ebben a rangban vagyok jelenleg.
Volt már rajtad egy ilyen ruha? Hát persze, igazából muszáj. Most muszáj, és jelenleg most egy 5 hetes alapkiképzésen vesz részt a sportszázad állománya. Te is ott vagy? Igen. És most vágtunk bele a 2. hétbe. Na és milyen? Mesélj. Igazából mondhatnám azt, hogy ez a parancsrendszer, ez kemény, de végül is kiskorunktól mondhatni, ebben nőttünk fel. Na de hát ott egy lévai a vezetőedző, annál van keményebb? Hát most, hogy kérdezi, azt mondom, hogy a Lévai Zoltán keménysége lehet van olyan kemény, mint egy kiképzői. Ugye? Okay? Igen. Na szóval, akkor jó, hát akkor végül is, mintha otthon lennél, nem? Mintha otthon lennék, igen, de úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, hogy ezt is kipróbálhatjuk. Mikor elfogadtad a Honvéddal, megegyeztél, ez számított egyébként, hogy van egy ilyen perspektíva és lehetőség, hogyha nem úgy alakul a aktív sportpályafutásod, akkor már van egy civil pályád, amin tovább tudsz menni? Mármint, hogy a katonaságon igen. belül? Abszolút igen, ez teljes mértékben egy nagyszerű életpályamodell, mint mondtam. Jelenleg ugye a birkózás, és addig ütjük a vasat, amíg meleg, és utána, ha a körülmények úgy kívánják, akkor elhelyezkedek a katonai berkeken belül is. De hát még fiatal vagy, úgyhogy most még. Ez egy 3 olimpiai ciklus, még minimum benned van. Így van, én is így számolom. Egyébként tényleg igaz, hogy a kis súlyúak hamarabb hagyják abba, mint a nagy súlyúak? Igen. Mert a kis súlyúak olyanok, hogy ahogy öregszenek, úgy lassulnak. Az én meglátásom igen? szerint. Igen, mert egy kis súlyú birkózónak elengedhetetlen a gyorsaság és a dinamika. Uh-huh. Még egy nagyobb súlyban más értékrendeket képviselnek a sportolók. Uh-huh. És talán... És ott nem feltűnő, hogyha már 37 évesen már lassabban reagál dolgokra. Igen, még azt lehet kompenzálni, de nálunk nem. Uh-huh. Na, olimpia, 60 kiló, ugye? Így van. Mik az esélyek, hogy egyetlen 60 kilóban még a kvalifikációs verseny elindulhassák? Így van, ez egy jó kérdés, mert még nem mondhatom azt, hogy az olimpiára készülök, ez még elég nagy szó lenne, azért addig elég nagy lépcsőfokokat kell bejárni. Először is ugye válogatottnak kell lenni jövőre ebben a súlycsoportban, és hát vannak, akik szeretnének még ugyanígy. Na ki az, aki 60 kilóban ki akar téged tolni? Hát az egyik, rögtön mondom, a csapattársam, a Kovács Bence. Ő az előző adásban igen. volt itt, mint birkózó, és ő megmondta, hogy ő 60 kilót szeretne birkózni. Ő előtte viszont 63 kilót birkózott, de nem fog neki gondot jelenteni a 60 kiló, én úgy gondolom. Ő egy elég kellemetlen és erős ellenfél lesz, remélem én is neki. Aztán van 2 földim, az egyik a Kecskeméti Krisztián. Ő vele 2 éve csatározunk elég nagyokat. Uh-huh. Hál' Istennek eddig a győzelmi arányok nekem kedveznek, és van még egy másik kellemetlen, elég magas, hosszú kezű a Török Tamás, ő is egy ceglédi vetélytársam, és így leszünk 4-en, és úgy gondolom, hogy 4-ünk közül fog eldőlni a válogatottság. De hogy mikor, azt még nem tudjátok, gondolom. Nem tudjuk, előjáróban annyit kaptunk, annyi információt, hogy talán szeptember és október között esetleg meg lesz szervezve a magyar bajnokság. Uh-huh. És akkor annak az eredménye már egyben? Ő számít, de évelején gondolom még lesznek válogatók, vagy válogató, uh-huh. ami lesz a végleges. Igen, igen. Ugye márciusban lesz, ugye? Vagy... Úgy tudom, igen, márciusban lesz, és itt Pesten. Hát igen. Hogyha nem sikerül. Nem tudsz feljebb menni. Igen. Maradott kell 60 kilóban. Igen. Akkor? Rengeteg más minden van. Ugye az olimpián kívül még azért ott van egy Európa-bajnokság, ott van egy világbajnokság, az én esetemben egy katonai világbajnokság, világjátékok. Uh-huh. Szóval, hogyha, ne adj Isten, ez nem jönne össze, még rengeteg más hely vagy helyzet van, ahol még meg tudom mutatni. Hogy ez jó vagy rossz, hogy tulajdonképpen saját csapattársaddal kell megküzdeni? Én egy lelki ember vagyok, amit elég nehéz leküzdenem. Szóval én nekem mindig is nehéz volt elvonatkoztatnom azt, hogy én nekem egy barátom van fenn uh-huh. a szőnyegen, és sajnos néha rá is fáztam,
de igyekszem ezt leküzdeni, és jó úton is vagyok, hogy leküzdjem. Szóval a legalapabb dolog szerintem, hogy szőnyegen nincs barátság, és úgy gondolom, hogy megtanultam már. Ugye utánpótláskorban is már válogatott voltál, a junioroknál ugye kétszer voltál Európa-bajnokságon ötödik. Így van. Én hibám, vagy nem, érmekről nem olvasta. Sajnos utánpótlásban nem sikerült az érem, mert igazából az Európa-bajnokságokon is, amikor ugye ötödik lettem, mindig elődöntőbe kaptam ki, bronzcsatán kaptam ki, szóval mindig csak egy hajszálnyi választott el ahhoz, hogy érmes legyek. Sajnos nem úgy jöttek ki a lépések. Sok mindentől függő volt a sorsolástól, igazából kisújba jó sorsolás nem létezik. Igen. Függő volt az aznapi formától, a fogyástól, mert abban az időszakban esti mérés volt, és én nem 55-ben, hanem 50 kilóban versenyeztem, és igenis egy 10 kilót vállaltam be egy adott világversenyre. Akkor most egyébként az, hogy most már a felnőtt kategóriában vagy, egy másik András József fog szőnyegre lépni? Abszolút, ezen dolgozom, hogy teljesen más stílust képviseljek. Oda mész, lenyomod? Ha mondhatok ilyet, a magyar tradíciós birkózástól szeretnék egy picit eltérni. Merre felé? Én is szeretném fölvenni a tempót akár egy ázsiai birkózóval. Mint előbb mondtam, hogy egy kisújúnak elengedhetetlen a gyorsaság és a dinamika. Mindenki egy adottsággal születik, és azt kell kihasználni. Uh-huh. Na most én úgy gondolom, nem azt az adottságot kaptam, hogy én itt a falon át tudjak menni. Uh-huh. És én úgy gondolom, bármennyit tölthetek a konditeremben nagy súlyokkal 5-6 órát, én egy-két adott birkózónál nemzetközi szinten soha az életben nem leszek erősebb. De gyorsabb, igen, amivel kompenzálhatom az erőt, és esetleg győzedelmességre is vezethet. Ennek függvényében, hogy tudja a mester, a Lévai úr, hogy gyors vagy, rendkívül gyors vagy. Ezen vagyok, igen. Akkor más feladatot is kapsz, másképpen is kell majd birkóznod, más fogásokat kell alkalmaznod. Mennyire írja ez át te birkózásodat akkor, hogyha erre akarjuk építeni, a gyorsaságra? Én úgy gondolom, hogy itt nem lehet nálunk olyat birkózni, hogy egy-egy, kettő-egy intések. Itt igenis úgy kell lejönni a szőnyegről, 8-6, 10-8, 12-8. Szóval itt aki tovább bírja, nálunk úgy van, és aki az ügyesebb. Szóval igazából így alapállás szempontjából nem nagyon kell változnom, csak igazából a reakcióidőkön kell változtatnom, gyorsaság, elmozgás, tényleg, hogy... Akkor az inkább a testdobásoknak kedvez, nem? Hogy gyorsan belép... Igen, a dobások, a kontrafogások, és hogyha valaki valamit csinál, én arra tudjak reagálni igen, rögtön. Gyorsan, igen. Én mert én jártam már így, hogy ez most mi volt, és nem szeretnék még egyszer így járni. Ezen vagyok. Mennyire tölti ki az életedet a birkózás? Maximálisan, én úgy gondolom, szóval elengedhetetlen számomra egy mindennapi edzés, és én hétvégén is edzek. Próbálok speciális edzésmódszereket is belevinni, főleg mióta a COVID-19 járvány ugye bejött, akkor ugye otthon is edzettünk, vagy nekem volt lehetőségem máshol is edzeni. Ott próbáltam kicsit becsempészni, ilyen gumiköteles edzés, sprintelős edzés, kis súlyosabb edzést, ami ugye ezt a képességet fejleszti. Mellé természetesen nem hagytam el a nagy súlyt, mert erőre is ugyanúgy szükség van. Uh-huh. Várod már egyáltalán a versenyt, hogy megnézd, hogy akkor most hol tartasz? Nagyon várom, igen, a versenyt, és van bennem egy kicsi félelem, hogy mi van, hogyha ez még nem sikerült, vagy nem vagyok olyan szinten, mint amire én gondolok, hogy olyan lesz, de nagyon várom, bizakodóan és kíváncsi vagyok. Van bennem egy olyan, hogy ezt én vettem a fejembe, ezt a dolgot. Szóval én nem kaptam egy ilyen utasítást, hogy én ezt csináljam. Aha. Abszolút nincs teher a vállamon. Szóval, hogyha sikerül, akkor boldog vagyok, hogy igen, tudtam, hogy mire van szükségem. Ha nem sikerül,
akkor viszont nem mondhatom azt, hogy nem volt jó az edzés, nem figyeltek rám, vagy valami, akkor igen, azt mondom, hogy igenis elszúrtam. De gondolom, a lévőivel, a Balogúrral azért egyeztetted. Természetesen igen, megmondtam, hogy mik az elképzeléseim, és mind a kettőtől megkaptam a jóváhagyást, hogy akkor csináljam. Természetesen mind a kettő felé jelentenem kell, hogy hol tartok, mit csinálok, mit edzettem, mennyit futottam, és ezt próbálom napirendre hozni. Most az edzések akkor most nincsenek, mert most akkor a alapkiképzésen veszel részt. Úgy épül fel, hogy reggel megyünk a kiképzésre, és amikor végzünk, utána mindenki megy az útjára, nekem az utam hazavezet, és utána edzésre. Szóval nincs nap, hogy kimaradjon edzés. Tehát alapkiképzés, utána meg birkózó edzés. Birkózó vagy erőléti edzés, igen. Honvéd válogatott? Honvédba vagy a válogatottal? Most nem tudunk a srácokkal lenni, ők Bócsán vannak lent, a válogatott, ugye oda nem tudnánk beérni. Ilyenkor igen, a Honvédba szoktunk edzeni, vagy lemenni a körcsarnokba, a konditerembe, szóval van egy... Ilyenkor ki koordinálja, hogy hová menjetek, hogy mit csináltok? A Balog Vilmos, a Lévai Zoltán, szóval akkor esetleg lehet, hogy le kell menni Esztergomba egy birkózó edzésre. Na akkor fogják a kezedet, persze. Most képetesen mondva, és akkor meg persze, ma, hogy hová nagy, mit olyan magas szintű önállóság azért nincsen, ami persze jól fog, fogni kell minket, és tudni kell a határokat. Mennyire követed nyomon a súlycsoportod külföldi versenyzőit? Maximálisan. Én minden héten nézek birkózókat ebbe a súlycsoportba, akik már kijutottak, akik ki szeretnének jutni, és a jövő generációját, és a múltbélit is. Szóval próbálom megtanulni ezt a súlycsoportot. Nálatok a földharc, a renti parter helyzet mennyire dominál? Nagyon, nagyon. Nálatok is? Nálunk nagyon, mert egy vétlen mozdulat is akár vége is lehet a mérkőzésnek. Kis súlyban nagyon dinamikusak és gyorsak az emelés. Gyorsan meg lehet annyi pörgetni, igen, hogy pörgetnek, emelnek. Tényleg nagyon oda kell figyelni a lenti védekezésre és a támadásra is egyaránt. És hogy mi a védekezés? Úgy gondolom, hogy most a vírus ideje alatt fejlődtem, mert próbáltam kiküszöbölni, de még rengeteget, nagyon sokat kell fejlődnöm a lenti védekezésben, mert elég nagy döntő szerepet fog játszani. Én úgy gondolom, hogy a támadásommal nem lesz probléma föntről, mármint ha én vagyok parterba fölül, de a lenti még csiszolni kell, ezt bevallom. Nagyon gyors, hogy szólnak, gyorsan be tudsz nyúlni, fogást meg tudod csinálni, vagy? Szeretném, igen. Van valami trükköd? Hát... Van. Van, igen. De az titkos. Így van. Birkózáson kívül egyébként mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Kerékpározol, mármint horgászol? Igen, igen, igen. Én szeretek horgászni, bár most kicsit bosszankodom, mert ezen a hétvégén is voltam kint éjszakára. Előző héten voltam kint nappal. És nem fogtál semmit? Semmit. Semmit nem fogtam. És hogy most kicsit bosszankodom, mikor ugye a lőrincek küldik nekem a nagyobbnál nagyobb halakat. Én meg csak a botot tudom nekik elkölteni körülbelül, szóval igen. Miért nem teszed bele a vízbe azt, ami figyeli, hogy hol vannak a halak? Már tudod, vannak ezek a kütyülék? Már gondolkoztam mindenem, most az utóbbi két héten bosszankodtam, de... Vagy nem akarsz te ennyire modern módon horgászni? Azért vonz valamilyen szinten, de azért ennek olyan anyagi vonzata van, amit még egyelőre nem engedhetek meg, de szeretnék mindenféleképpen. De egyébként jó hát egy vannak. EB-re már lehet, hogy hozzá tudna segíteni. Hozzá is fog. Úgy gondolom. Lesz EB érem? Hát, hogyha kijutok az olimpiára, akkor nem. Mert akkor valószínűleg nem indulok, de hogyha nem, akkor úgy gondolom, hogy lehet, igen. Válogatottnál kivel szoktál egy szobában lenni? Most keveset vagyunk táborban egyébként. Bánod? Jó egy kicsit most távol lenni, kicsit elszeparálódni, de egyébként szoktak hiányozni azért az esti kis hülyéskedések, stb. Én sok ideig a Lévai Zolival voltam, ugye a fiatalabbal. Jól megvoltunk, jó szobatárs volt. Ráadásul nem egy súlycsoportban vagytok úgy, hogy... Persze, veszekedés nincsen. Igen. Igazából ő volt így az állandó szobatársam egy jó ideig. Voltak mások is, csak hát
ki ide ment, ki ide megy. Szóval annyira állandó szobatársam nem volt, mert most én leszek veled, én leszek veled, szóval olyan állandó nincsen berögzött. Mennyire vagy stabil válogatott kerettag? Amikor a budapesti világbajnokság volt, akkor az voltam, előtte lévő évben is az voltam, és ugye volt az a súlycsoportváltás, akkor egy kicsit meginoktam, mert az idei Európa-bajnokságra nem sikerült kijutnom, elég bosszantó helyzet volt. Hárman voltunk ugye a válogatottságért, az indulásért, és kezdtem az egyik Ceglédivel, őt megvertem, utána jöttem egy másik Ceglédivel, őtől le kikaptam, még nem volt rá példa, sajnos ott sikerült, és ez a Ceglédi fiatalember, akitől, vagyis akit megvertem az első körben, ő viszont megverte azt a srácot, akitől én kikaptam, és pont az szempontjából ő jött ki elsőnek, így Sik András szövetségi kapitány úgy döntött, hogy ő érdemes indulni a felnőtt Európa-bajnokságon, amit most már nem is bánok, hiszen úgy gondolom, ha szabad ilyet mondanom, ez az év egy kuka. Egyszer sem érezted úgy, hogy kész vége a vagyod a birkózást, eleged volt, és akkor inkább csak valamással fogsz foglalkozni? Voltak hullámvölgyeim, amikor tényleg sokat kellett fogyasztanom, és azt mondtam, hogy ez az utolsó, és utána soha többet. Szüleid mit szóltak ehhez? Mármint? Fogyáshoz. Nekem édesanyám elég érzékeny típus. Amikor fiatalabb voltam, és meglátott, hogy már igen-igen a végét járom, akkor elérzékenyült. Hát aztán... Nem akartak nyakon csapni, és hogy hagyd abba? Ilyet soha nem mondtak nekem, szóval ezért ez elég pozitív, hogy sosem mondták, hogy hagyjam abba, mindig támogattak. De ezt a fogyást mindig ellenezték, de tudtam, hogy csak így lehetek eredményes, és így tudok eredményt elérni. Most szüleiddel laksz, egyedül laksz? Egyedül lakom albérletben. És jó? Igen, jó. Most már azért a különlét jó. Igazából mindig is külön voltam, ha azt veszük, mert táborozok már nagyon régóta, de most már nincs olyan, hogy akkor hétvégén anyujékhoz megyek haza, hanem a saját lakásomba, de természetesen tartom velük a kapcsolatot is. De akkor így megtaláltad a helyed az életben. Úgy gondolom. Most a helyeden vagy akkor? Maximálisan, szóval minden adott ahhoz, hogy sikeres lehessek. Tényleg suli? Én leérettségiztem, és azóta még nem nagyon vágtam bele így másba. Igazából csak a sport, meg ugye a katonaság. Mi akkor maradsz szakaszvezető életed végéig? Nem. Tudom. Nem, azért ez nem így van, mert későbbiekben följebb is léphetek. De azért egy egyetem nem lenne rossz. Nem lenne rossz, még egyébként gondolkozok rajta, hogy talán a jövő évben a válogatók után megpróbálnék beiratkozni. Mire? Milyen szakaműgy volt? Ez nagyon nehéz, mert ugye a társaim mindenki ugye a sportban helyezkedne, sportszervező. Ha őszinte vagyok, engem ez valahogy nem vonz. Jó, hát semmi gond. Hát. És akkor itt jön a kérdés, hogy akkor mi? Mert hát sajnos nem vagyok az a szerencsés adottságokkal megáldott fiatalember, hogy azt mondjam, hogy egy jogász szeretnék lenni, vagy stb. Most sorolhatnám még. Szóval ez egy elég pat helyzet. Igazából majd megpróbálok beszélni az idősebbekkel, akik tapasztaltabbak, és megpróbálok valami köztes megoldást. Majd egyszer úgy ébredsz fel, hogy beugrik. Lehet. Tehát csinálj belőle gondot. Még egyelőre nem. Most a legfontosabb, hogy edzél, és akkor őszre kell, akkor most nektek igazából csúcsformában lennetek? Hát egyelőre a magyar, mert most a magyar bajnokság. Ez a legközelebbi verseny, igen, úgyhogy mindenki gondolom szeretné megmutatni, hogy hogy edzett, mit ért el, hogy fejlődött. Hú, sok kihérzett oroszlánt egymásnak fog esni. Bizony, ez a magyar bajnokság szerintem nagyon, nagyon érdekes lesz, és tényleg mindenki meg akarja mutatni, hogy ki kicsoda valójában. Szóval biztosan érdekes lesz. Akkor most van feladat. Van bőven mindenkinek. Na hát, kitartás és jó munkát kívánok. Igyekszem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. További sportosat.